Szerbusztok, kedves dalos barátaim! Elmesélem nektek, hogy múlt héten én mindent megtettem annak érdekébe. Szerbusztok még egyszer! Elmesélem nektek, hogy múlt héten én mindent megtettem, hogy énekkorát tarthassak, de sajnos egy felsőbb hatalom nem engedte. Úgyhogy most elindítunk egy nagyon új, nagyon kedves énekórát. Kérlek benneteket, hogyha lehet, jelezzetek, hogy most végre megy az adás. Hát akkor veszünk egy illatot az orrunkon, és lazán elfújjuk a rezonanciába a levegőt. Ildikó, örülök, hogy itt vagy. Akkor megy az adásom. Gyere, skálázunk egy jót. Igen, egy kicsit hadd meséljek arról, hogy csinálok egy új DVD lemezt, ahol új nótákat énekelek. Olyan nótákat, amiket ugye még nem énekeltem eddig, mondjuk úgy, hogy ez egy kis ősbemutató lesz, és mindig figyelem magamat, hogy hogy csinálom. És arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen, ha egy rövid levegőt veszek az orromon, és rögtön visszagondolom a levegőt előre, akkor teljesen nyitva marad a torkom. Ha a számon veszem a levegőt, abban a pillanatban meg kell keresni azt a magasságot, ami itt van a maszk alatt. Tehát nagyon jól jártok akkor, hogyha csippentetek az orrotokon levegőt, és már rakjátok is vissza ugyanabban az irányba előre. És még valami van? Ugye általában nekem ezek a nóták egy picit mélyek, tehát nekem arra kell figyelni, hogy amikor lefelé van a dallam, akkor ne engedjem el az orrommal, sőt, egy kicsikét még túlzottan lépkedjek rá az orrom irányára, és akkor marad teljesen kristálytisztán mindegyik benne ebben a maszkban. Szóval az az igazság, hogy én sok-sok éve énekelek, de még mindig tudom magamat meglepni valamivel, amivel meg tudom segíteni, hogy tökéletes legyen valami. Tehát nem mahinálok, hanem elgondolkozom, és az apparátusok segítségével megcsinálom azt a hangot, ami hál' Istennek még megmaradt ebben a másod óvodás koromban is. Tehát lopok az orromon levegőt, és fújom előre. Rakom előre, nem nyomom, csak elgondolom. Tehát mindig arra gondolok, hogy lépegetek előre. Jó. Legyen a... Itt is halljátok, hogy hova csúszom. Ide csúszom vissza. Tehát nem maradok hátul, hanem szépen rácsúszom az orrom hegyére. És ugye hát a szokásos kis mosolyunk kell, amiben laza az állkapcsunk. Oh.
Most jön az a bizonyos pihe a szánkról, amit lefújunk, azt mondjuk P meg F. Fűt érkeztetek, hogy nekem fönt van szépen é betűn a nyelvem. Tehát ü-t mondtam, de nekem a nyelvem érinti a felső fogaimat. És akkor, ha laza a nyelvetek, akkor olyan laza mögötte a torkotok. És ez rettentően fontos. Mert különben nem tudod megnézni, hogy hogy van nyitva a torkod, csak úgy, hogy milyen állapotban van a nyelved hátul. Szervusz Marika, te vagy az egyesületnek az esze. Szervusz, drága! Tudod, hogy miért mondom. Jó, tehát csináljuk a kiabálós gyakorlatunkat. Hé, nem elég egy magánhangzó nekünk, mindig meg kell várni a másodikat. És akkor érkezik föl szépen a levegő a fejünkbe. A H betűben a levegőt, mert a H betű az úgy üzemel, hogy jó, szépen sistereg a jó, ütközik jó helyre ki a levegő. És mindig egy picikét beugrik a gyomrom a bordám alá, amit tartok egy kicsit, és kiengedem a szünetben. Tehát nem állandóan befelé-befelé húzom, hanem bedobom, elengedem, bedobom, elengedem. Magyarul játszok. Aki akarja, még úgy is játszhat, hogy szippantgat közben az órán levegőt. És akkor megtudjátok azt, hogy mi az a gyönyörű vonal, amiben bemegy, meg kijön a levegő. Egy kicsikért csináljuk azt a röbetű skálánkat, hogy pergessük meg egy kicsit a nyelvünket, ami úgy van, hogy rírő, 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 vívő, 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 mi. Rírő, 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 vívő, 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 mi. Riru 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 vive 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 riru 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 vive 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 riru 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 vive 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 vive.
akarjátok, hogy jó sokáig tudjatok egy levegővel énekelni, akkor arra kell figyelni, ugye, hogy tartom a bordámat, mintha víz alatt lenni. Ha még jobban akarom tartani a bordám, akkor egy picikét ott hátul a szárnyamat, vagyis hát a lapockámat megemelem. Ezek a mozdulatok tartják szépen, mint egy lemezt ki a rekeszizmotokat. És ezen a rekeszizom részen van rajta a levegő alja. Tehát ez az a bizonyos támasz. Tehát nem feszítem, nem erőltetem, csak egy kicsit megtartom. Jó, legyen egy olyan, hogy tartsuk meg szépen a levegőt. Ugyanígy, hogy mondjuk azt mondjuk... Hallottátok, hogy nem simán léptem le a tetejéről, hanem egy kicsi csúszással. És a csúszás iránya mindig az orrom. Ez olyan érdekes, hogy az ember egy picit a gyomrával, meg az orrával koppant a tetejére. És ettől van az, hogy nem nyomom, hanem ettől a koppantástól hátul nyitva marad szépen az a bizonyos lágyszárpadlás, és megy, jön a levegő. Csináljuk még meg hát az optimista skálánkat. Mondhatjuk az életet is, de mondhatjuk, hogy a hangunk, amelyik nektek jobban tetszik. De inkább legyen a hangunk, mert ott van nekünk egy nagyon jó H betűnk, és ebben a jó H betűvel tudjuk odarakni az orrunk hegyére a levegőt. Szép a hangom, szép a hangom, szép a hangom. Növendék nálam, és ő azt kérdezte, hogy mikor menjen át mellhangba. És akkor azt mondtam neki, hogy neked avval nem kell foglalkozni, hogyha neked megvan ez a bizonyos maszkos levegőd, és megvan a gondolatod, hogy a hang a torkomban van, megtartod a bordádat, akkor az idegrendszer fogja szépen összekeverni a fej meg a mellhangokat. Tehát ahol nekem nem kell foglalkozni, most jaj, most én énekeljek fejhangot, énekeljek mellhangot. Azt megcsinálja helyettem az idegrendszer, persze, csak akkor, hogyha én megadom neki a lehetőséget. Ezek, amiket én mesélek nektek, ezek ilyen apró
technikai csínyek, és ezeknek a segítségével tudod leuralkodni azt, hogy hogy dolgozzon az idegrendszer. Tehát nem az van, hogy Jézus Mária, mit kell csinálni, hanem az van, hogy ja, nekem azt kell csinálni, hogy nekem a nyelvemet oda kell rakni, hogy nekem az állkapcsomat lazítani kell, mosolyogni kell, és ezt mint egy puzzle játékot össze kell rakni. És egy idő után rááll az idegrendszer, hogy nem kell ennyi mindenre egyszerre figyelni, ezért kell gyakorolni. Tehát a gyakorlás a skálázással tulajdonképpen megkapunk egy biztonságot, és amikor jön az éneklés, akkor viszont nekünk már semmi gondunk nem lesz. Azt még elfelejtettem mondani, de mindig el fogom mondani, hogy a nyelvetekkel kell beszélni. Tehát nem az állkapocsal, hanem a nyelvetekkel. És aki a nyelvével beszél, annak bizony érthető a szövege, nem csak középen, nem csak alul, hanem fent is. Na, ennyi okosságot elmondtam nektek, azt hiszem, hogy most akkor rátérhetnénk egy kicsit a nótára. Úgy történt, hogy véletlenségből két olyan dalt választottam ki, egy hallgatót és egy andalgot, amit azon a bizonyos énekiskola CD-nken Víg Levente énekelt. Hát fogadjátok szeretettel, ez ugyanitt a Kottában, C-durban van, ami nekem egy kicsit mély, de eltekintetek tőle, aki akarja, énekelheti C-durban, aki akarja, fölemelheti magának, de én inkább azt hiszem, hogy ti C-durban szerettek énekelni, már akik szopránok, mert vannak mélyebb hangok, azok bizony mennek az A, meg a G felé is lefele. Tehát a Csizmadia Imre szerzeménye, Senkim nincs-e nagyvilágon. Hát ez egy szomorú dal egy kicsit, én inkább vidámakat énekelek, ezért énekelte a lemezen a Víg Levente. Tehát fogadjátok szeretettel. Senkim nincs a nagyvilágon, ki megértsen engem, hogy a szemem miért könnyes, miért fáj a lelkem. Megpróbáltam elfeledni a sok szép emléket, de kitépni mégsem tudlak a szívemből téged. Sosem jutnál az eszembe, ha virág nem nyílna. Emlékeztet rád a rózsa, égő piros szírma. Te vagy minden gondolatom, te vagy minden álmom. Minden piros rózsában a mosolyodat látom. Most nem ismétlem meg, mert úgyis még egy párszor eléneklem nektek. Tehát kezdjük akkor az első variációval, akkor azt fogom csinálni, hogy a középen, ahol a vessző van, ott fogok egy pici szünetet csinálni. Nem biztos, hogy veszek levegőt, még az is lehet, hogy az egészet kibírom egy levegőn. Az az igazság, hogy én annak a híve vagyok, hogy egyszerűen kell énekelni a magyar nótát. Mondják, hogy hú, az operaénekes az operásan énekel. Nem. Az operaénekes, aki jó magyar nóta énekes, az szépen énekli, és egyszerűen nem csúszkál se föl, se le, egyszerűen szépen énekli. Sok példa van erre, imádom, amikor Melis György énekel magyar nótát, imádom, amikor Kalmár Magda énekel magyar nótát. Természetes, egyszerű, és a tartalom nagyon fontos. Tehát mindig gondoljatok bele abba, amiről énekeltetek. Tehát először elemezétek ki magatokkal, hogy hát, nekem is volt emlékem, jaj, hogy is volt, ó, de szép volt. És ilyen aranyos kis mondatokat még lehet a fejetekbe elgondolni, és miközben énekeltek. Tehát tulajdonképpen egy belső tartalmat csináltok, ami kisugárzódik az éneketekbe. Na, akkor elindítjuk. Senki nincsen nagy világon, ki megértsen engem. Jöhet a második variáció. Senki nincsen nagy világon, ki megértsen engem. Hogy a szemem
kitépni mégsem tudlak a szívemből téged. Sosem jutnál az eszembe, ha virág nem nyílna. Sosem jutnál az eszembe, ha virág nem nyílna. Emlékeztet rád a rózsa, égő piros szirma. Emlékeztet rád a rózsa, égő piros szirma. Te vagy minden gondolatom, te vagy minden álmom. Te vagy minden álmom. Minden piros rózsában a mosolyodat látom. Minden piros rózsában a mosolyodat látom. És még valamit tanuljatok meg, hogy sosem az utolsó hang a fontos. Az az igazság, hogy akik úgy nem kulturálódnak az éneklésben, azok mindig azt hiszik, hogy na majd én jól kitartom az utolsó hangot, és akkor az nagyon jó lesz. Meg is figyelem, hogy hogy is szól az a hang. Nem. Mindig az utolsó előtti hangon van a hangsúly, és azt egy kicsit meg is nyúzom, sőt meg is koppanthatom néha. Egy picit. Nézzétek itt például, azt mondja, majd a magasabbat mutatom, hogy jobban hallatszik. Azt mondja, hogy miért sír a lelkem? Nem azt mondom, miért sír a lelkem? Hú, ez így nagyon-nagyon-nagyon unmuzikális. Tehát azt csinálom, hogy miért sír a lelkem? És akkor kell, mert már csak ráborítom. És ez minden utolsó szótagra vonatkozik. Tehát az utolsó előtti szótag hangsúlyos, és utána szépen ráborul az orrom irányára az utolsó. Nem szeretem, amikor a végén nagyon elpattintják a mással hangzókat, hogy azt mondja, a sok szép emléket, az se szép. De azért oda kell nyalni szépen a, tudjátok, az L, N, T, az ott elől van a fogamnál. Tehát ha oda nyaljátok egy puha T betűt a fogatokhoz, akkor az pont annyi lesz, hogy a közönség megért, hogy mit énekeltek. Az az igazság, hogy hallgatom a magyar nótás énekeseket, és mivel én nem ez a szakmám, alapjában véve nem nóta énekes vagyok, sok dalt nem ismerek. Hát ez így van. És amit nem ismerek, nagyon sokszor van az, hogy nem hallom még, hogy mit mond. És mikor már harmadszor is elmondja, mert ugye, hát úgy ismétlődnek a dolgok, akkor már elkezdek bosszankodni, hogy vajon miért nem értem a szöveget. Tehát erre nagyon-nagyon figyeljetek, hogy beszélünk a nyelvünkkel, hosszú magánhangzóval, és akkor az egy élvezet a közönségnek, és élvezet nektek is, magatoknak is. Jó, tehát ezt úgy rágjátok meg szépen. Mindenkinek ajánlom ezt a Csizmadia Imre számot, mert nagyon-nagyon szép. Nem annyira szomorú, hát csak egy picikét szomorú. Úgyhogy ez mindenkinek jól fog állni. A másik pedig, amit hoztam nektek, egy andalgó, és biztos mindenki ismeri, és biztos mindenki énekelte is már. Ezekben a dolgokban nem lehet annyira variálni a dolgokat, mint a hallgatóban. Itt mind inkább csak arra kell figyelni, hogy azok a bizonyos utolsó hangok ne legyenek hangsúlyosak. Kell legyenek kedvesen megütve, és hagyjátok kiszállni belőle a levegőt, és ha kiszáll belőle a levegő, akkor tulajdonképpen mehetünk már tovább, lazán vehetjük a levegőt, ismét is megyünk. Tehát nem addig tartom a hangot, itt például ebben a Szóri annak aranysugarát dalban, tulajdonképpen a nagyon okoskodik, akkor van egy egész ütem, két negyed, meg még egy
következő ütemnek az első negyere. Magyarul egy, két, háromig kéne tartani a hangot, de hát az úgy sehogy nem lesz szép. Megpróbálom megmutatni, milyen csúnya lenne az úgy. Szórja a nap aranysugarát. Na, szóval Babusa Miklós szerzeménye úgy, hogy ő a szövegét írta, és Leszler József írta a dallamot. Nagyon-nagyon szép dal, én is szoktam énekelni, én is kedvenc dalaim között van ez az andalgó, mert én tudjátok, szeretem énekelni a hallgatót nagyon, szeretem énekelni az andalgót, nem. Szóval a csárdással én úgy vagyok, hogy jaj, de jó kis csárdás. De azért inkább én ezt a kettőt szeretem énekelni. Na, akkor elénekem. Ez egy három versszakos darab. Én nem szoktam megismételni, mert elég lenne úgy, hogy szépen mindegyiket végig éneklem. És még az utolsó dal szöveget sem ismétlem meg, mert három versszak, ritkán szokott ilyen hosszú lenni, tehát elég, ha szépen háromszor végig énekeljük, jó? Na, hát akkor csapjunk bele. Szórja a nap aranysugarát, újra lombot bontanak a fák, minden illat virágfogadás, madárdal és vidám kacagás, madárdal és vidám kacagás. Virágok közt párom keresem, jó, hogy van a földön szerelem. Lönget a fénylő napsugár, így múlik el felettünk a nyár, így múlik el felettünk a nyár. Jöhet az ősz, jöhet már a tél, nekünk minden tavaszról mesél. Múlhatnak az évek csöndesen, örökké él ez a szerelem, szívünk mélyén él a szerelem. Néha még azt is megengedem magamnak, hogy egy picit megzenítsem a végét. Tehát rácsukom időben, és akkor egy kicsit bezendítem. Nagyon szép ez az andalgó. Mondom, olyan sok mindent nem tudok nektek sok fajtát az előadásának mutatni. A lényeg benne, amit most elmeséltem, hogy halljátok, hogy egy picit ráütök ma ebben az esetben, amikor olyan hosszú hang van, picit ráütök, és ettől a ráütéstől utána kihalkul. Dekresendálódik. Tehát mutatom, azt mondja. Szórja a nap aranysugarát, újra lombot bontanak a fák, minden illat virágfogadás, madárdal és vidám kacagás, madárdal és vidám kacagás. Tehát egy picit ráütöttem, és pont olyan körülbelül annyira fog dekresándálódni, mint ahogy benne van a kottában, de nem tartom addig az értékig, ameddig ki van írva a kottában, hanem megütöm, és rábízom a levegőre, rábízom az idegrendszerre, hogy csinálja meg azt a szép dekresándót, de csak akkor csinálja meg, ha én jól tartom az orrommal a levegőt. Na, ó, hát elszaladtunk. Szeretettel búcsúzom tőletek, vigyázzatok magatokra, jövő héten találkozunk, és ha a szellemek is, meg az internet is akarja, akkor biztos, hogy nem lesz probléma. Szervusztok, jó éjszakát!